Évről évre télen a fagyok megjelenésével kerül felszínre a házak szigetelésének problémája. Ahol ez nincs megfelelően megoldva, a lakók olyan kellemetlenségeket tapasztalhatnak, mint az ablak mellett sűvítő hideg vagy a nyírkos falak. Ezek elsősorban a régen épült társasházakban és a panelekben élők mindennapjait nehezítik meg. Nyíregyházán a lakhisz kezelésében lévő közel 150 társasház mintegy 40%-a már átesett homlokzati szigetelésen és nyílászáró cserén. Nagyjából 40 épületnél egyelőre nincs szükség komplett felújításra, mivel 20 éven belül épültek, a panelek nagy részénél pedig már elvégezték ezeket a munkákat. A többinél azonban aktuálisak a korszerűsítések, idén is lesznek, amelyek megújulnak. Akik most folyamatban vannak nálunk ebből a 146-ból 5 épület, akik már a tavaly évben eldöntötték a felújítás tényét, és hogy végre akarják hajtani. Ezek mostani beruházások lesznek az idén megvalósulók. Van 7 olyan épületünk, akik már részben felújítottak, de azért még hiányzik mondjuk a homlokzat hőszigetelés, mert mondjuk a teljes lépcsőházi nyílászáró cserét már elvégezték, de a homlokzati hőszigetelés még nincs megoldva, és tulajdonképpen 37 olyan épület van, ami teljes egészében kész van, 56 épület van részünkről, ahol nem történt felújítás. A koronavírus járvány, ha csak kismértékben is, de ezen a területen is éreztette hatását. Volt egy-két ház a megyeszékhelyen, ahol a lakók úgy döntöttek, a pandémia gazdasági hatásai miatt inkább halasztják a tervezett felújításokat. Sokáig azonban nem érdemes várni, hiszen időközben változhat a feltételrendszer. Itt mindig attól függ, hogy a lakóközösség milyen mélységű felújítást akar, mert nyilván ezek azért befolyásolják azt is, amit a jogszabályok külön előírnak esetleg, de ezek elsősorban most jelen esetben a liftre igazak. De hogyha pályázati kiírásra kerül sor, adná Isten, hogy ismét legyen az épületekre ilyen energiatakarékossági pályázat, akkor nyilván ott nagyon szigorú követelmények vannak, tehát ott az energiatanúsítvány által meghatározott felújításokat szokták azért előírni az ilyen állami költségvetési vagy EU-s pályázatokon keresztül. Ez pedig lényegesen megemelheti a beruházások árát, miközben az építőipari költségek sem lesznek alacsonyabbak.